Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Először is szeretném a jó kívánságokat megköszönni. Hát még mindig van lázam, úgyhogy még nem érzem igazán jól magamat, de azért remélem a napokban javulni fog a helyzet. Ez egy ilyen nyári influenza. És most megtekintjük ezt a jóslást, itt arról van szó, hogy érzelmei vannak irántad, és küzdeni fog érted. Itt a képen láthatóak a kelyhek, és a kelyhek jelentik az érzelmeket. És a gyermekek szimbolizálnak egy új kezdetet, vagy ártatlanságot, de itt vannak gyermekkori emlékek is, hiszen látható ez a nosztalgia, a játszadozás, a könnyűség, és ez lesz most egy új kezdet. Itt ez az erő jelenti azt, hogy te adsz erőt számára, vagy fordítva van, ő ad erőt számodra, amit ez az erő még jelent, a belső hit, a belső erő, hogy higgy ebben a kapcsolatban. Ő cselekedni fog, hiszen a kezébe veszi ezt a botot, és ez a bot jelenti a tűz elemét, az ő bátorságát, a lelkesedését, aktív lesz, közeledik hozzád, jelenti a testi kapcsolatot is. És itt kivirágzik valami. Itt látható a lepke, ami utal a transformációra, a könnyűségre. A régi kultúráknál a lepke az jelenti a lelki kapcsolatokat. Tehát megvan köztetek ez a lelki kapcsolat. Ami őt illeti, itt látható Justícia istennő, és az utalhat egy bírósági ügyre, amit ő most lezár, hiszen ez a kard elvágja ezt az eseményt, de ez a Justícia istennő mutatja azokat az igazságtalanságokat is, amit ő átélt a múltban. De itt látható, hogy ő elvágja ezeket a kapcsolatokat, vagy ezeket az eseményeket. Az ő szemében te vagy itt ez a királynő, és uralkodsz a víz eleme felett. És a víz eleme jelenti az érzelmeket, a te érzelmeidet, hiszen érzelmekkel közeledsz hozzá, ő bízik benne, ő bízik abban, hogy te szereted őt. Amit a kép még jelenthet, a te intuíciód, az inspiráció, egy kreatív tevékenység, egy spirituális terület, és emiatt ő feltekint rád. És itt látható, hogy integet neked a jó kedvel, tehát itt lesz közeledés, keresi a kapcsolatot veled. Ami téged illet, itt látható a hold energiája, és az jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket. Az is lehet, hogy ő álmodozik rólad, amit a hold még itt jelent, hogy légy visszahúzódó, várj arra, hogy ő integessen feléd, és akkor az jelent egy új kezdetet, amire itt a gyermekek is utalnak, és a kelyhek jelentik azt, itt mély érzelmekről van szó. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!